Elindult a fásítás és az erdőtelepítés az alsóvárosi réten, ezért időszakosan munkaterületté válik a rétnek a hegyre vezető kerékpárúttól keletre eső része. A Fehérvár Tüdeje Zöld Város program keretében zajlik a munka, melynek során arra kérik a lakosságot, hogy a kerékpárúttól nyugatra eső területet vegyék igénybe, és ne lépjenek a kijelölt munkaterületre. Cserpalkovics András a kivitelezéssel kapcsolatban közösségi oldalán kiemelte, hogy az alcsóvárosi rét önkormányzati támogatással a Modern Városok program keretében került az önkormányzat tulajdonába, ezzel pedig megmenekült az ipari hasznosítástól. A polgármester ugyanakkor rámutatott, hogy dinamikusan emelkedik Székesfehérvár ipari parkjainak mérete, azonban ezt ellensúlyozni is kell, ezért ahol lehet, igyekeznek minél nagyobb egybefüggő zöld területet létrehozni, konzerválni és rehabilitálni. A mostani beruházás egy 30 hektáros területet változtat zöld oázissá. A 900 fa iskolai fa elültetésének egyik célja a város lokális klímájának javítása, a beruházási területen továbbá kialakítanak egy kisebb fogadóhelyiséget, mosdóval és parkolóval. A tervek szerint az alsóvárosi rét nagyobbik része, mint egy 70 hektár érintetlenül marad. A teljes kivitelezés várhatóan egy évig tart, addig is az önkormányzat és a kivitelezők a lakosság türelmét és megértését kérik a munkálatokkal kapcsolatban.